Ez az egyike annak a 10 járda szakasznak, amire 2021-ben pályázati támogatást nyert Szekszárd városa. A tavalyi évben 1600 méter járda szakasz újulhatott meg 82 millió forintból, ebből 41 millió forint állami támogatást kapott a Tolnai megyeszékhely a belügyminisztériumtól. A tervezett munkákkal már majdnem teljesen elkészültek. A betervezett járdákból, ahol itt vagyunk a Rákóczi utcában, itt körülbelül ez a járdaszakasz 82%-os készültségi állapotban van, egy autókijáró és egy vízbekötést kell még itt orvosolni, és utána akkor lesz a teljes felület átadva. Itt összesen 319 méternyi járda újult meg. Befejezésre vár még a börtön előtti és a Dózsa-György utcai gyalogút is, de több szakasz felújítási munkálataival már végeztek a kivitelezők. Így új járda várja a Csap, Csokonai, Kuruc és Flórián utcában, valamint a Kadarka és Vosinszki lakótelepen közlekedőket. Ez a járda még felújításra vár, elég hosszú azoknak a gyalogutaknak a listája, amiket fel kéne újítani a Tolnai megyeszékhelyen. Ebből a listából választja ki minden évben a városüzemeltetés azt a párat, aminek felújítására a következő évben pályázatot nyújt be az önkormányzat. A 2022-es évben szintén pályáztunk, itt is 50% támogatás és 50% önerő, de sajnos el kell mondanom, hogy az áremelkedések miatt a tavalyi évben 1600, az idei évben ugyanebből az összegből csak 1000 méter járdát tudunk felújítani. Amennyiben persze pozitív elbírálásban részesül a beadott pályázat. Az, hogy járdalap, aszfalt vagy térkőburkolatot kap az adott szakasz, azt a tartóság és az esztétika figyelembevételével választják ki.